Elindult a jelöltállítás és a kampány is augusztus 3-án a Pécsi 15-ös választókerületben, ahol időközi voksolást tartanak. A Fidesz önkormányzati képviselője már azt is tudja, ki lesz a legerősebb kihívója jelöltjüknek. Az Európa Parlamenti választás júniusban átírta országosan is és városi szinten is az erőviszonyokat. Jól látható az, hogy miközben egy nagy tömb a Fidesz, a kereszténydemokraták és lokálpatrióta civilek közösen Kővári Jánost indítják a Kertváros megyeri részét összefogó 15-ös számú egyéni választókörzetben, addig úgy néz ki, hogy a fő kihívó pedig Körömi Attila független jelölt lesz. Körömi már évtizedek óta benne van a politikában, így sokan ismerik őt, mondja Barkóczi Csaba. Ugyan ő most párt színektől semlegesen kíván indulni, de jól látható az, hogy alapvetően a középen állók, illetve a Tisza párt támogatóinak a megszólítását célozta meg, és fontosnak tartjuk azt elmondani, és arra felhívni a pécsiek figyelmét, hogy Kővári János egy biztos pont a város életébe, az ő megválasztása stabilitást hoz a közgyűlés számára, Körömi Attila pedig egyfajta bizonytalanságot, instabilitást. Ezért ajánlják a Polgári Szövetség jelöltjét, mondja a képviselő. Körömi Attila politikai pályafutása 1990-ig nyúlik vissza. Pécsen önkormányzati képviselő volt, az akkori Fidesz tagjaként a parlamentbe is bejutott. Majd független lett 2004-től, belépett a Jobbikba, hogy aztán 2006-ban visszavonuljon. 2017-ben visszatért a politikába, a Momentum elnökségi tagja is volt, végül 2021-ben kilépett onnan egy belső konfliktus miatt.